Hello, bello, sziasztok, sziasztok, Keeper vagyok, üdv a csatornán, amint látjátok, kipróbálunk egy újabb offroad kis verdát, a Tátrát, ami igazából szintén egy ugye keleti blokkból származó jármű. Hát megmondom őszintén, leginkább a Mazra hasonlít, az miatt is ugye, mert 8 darab kereke van, 4 tengely, ugye az összes hajtót lehet, és a kettő első az kormányzott ugyanúgy, mint például a Maznak. Természetesen nem olyan nagy méretű, nem annyira nagy teljesítményű, de sokkal, sokkal elterjedtebb, mint például a Maz. Még a mai napig is én szoktam látni leginkább ugye videókban, hogy egy ilyen off-road versenyre átalakított verziójával csapatják, meg különböző siratófalakat másznak meg vele, meg mindenféle ilyen cukiságot csinálnak, és most végre ki tudjuk próbálni, és nagy előnye ennek a járműnek, ránéztem, hogy mégis mit tudunk bele majd kezdeni, az, hogy végre egy jármű, amihez rengeteg alkatrész van, amit ki tudunk próbálni, és tudunk vele végre fát is vinni, és ki tudunk próbálni egy olyan járművet, amivel lehet, tényleg lehet fát szállítani. Na nézzük meg, hogy mégis miket lehet rápakolni, tényleg nagyon-nagyon sok cuccot. Na, haladjunk szépen. Annyira jellegzetes egyébként ennek a Tátrának a hangja. Én most levettem a hangot, de azért talán valamennyire hallani, hogy van ez a sifoló hang. Nem tudom, hogy ez minek a hangja a gyári Tátráknál, de hogyha kerestek egy YouTube videót, akkor pontosan ugyanilyen hangja van a Tátrának. Ennek a 88-os Tátrának. Ez a folyamatos, kicsit sifoló hang, mint hogyha valami pörgős alapjárat lenne, de hát mint dízelnél nem hiszem, hogy az lehet, de az adja ezt a hangot, nem tudom egyébként. Na, nézzük, nézzétek, ennyi minden cuccot lehet felrakni, gyorsan fussunk végig rajta, hogy mégis mik ezek. Nézzük mondjuk így. Lehet rakni rá ugye üzemanyag töltőt, üzemanyag szállítót. Nagyon illeszkedik hozzá, erre tervezett, nagyon jó. Lehet rárakni, ezeket leszerem, lehet rárakni vonófejet, ugye nyerges cuccokhoz. Lehet rárakni tolólapot. A tolólap sajnos én nagyon megörültem neki, mondom, lehet vele amortizálni rendesen, de nem jó. Nem jó tolólap, mivel nagyon-nagyon-nagyon kis határok között mozgatható. Mindjárt meg is mutatom. Lehet így, ez a felső állása, meg így lehet. Igazából ennyi. Most például ez a teljes mozgás tartománya ennek a tolólapnak. Nem lehet teljesen lerakni, nem lehet vele sok mindent csinálni. Annyi az egész, hogy van rajta egy plusz voltatási pont, meg igazából szép, meg talán esetleg véd a sérülések ellen, de szerintem az sem biztos, mivel lehet, hogy ugyanúgy sérül itt is kapja a dimist, ugye a jármű. Úgyhogy nekem annyira ez nem jött be. Igazából ha le lehetett volna rakni, és lehetett volna, hogy duajkodni vele, az érdekesebb lenne volna. Nos. Oké, van hozzá egy ilyen targonca. Egy ilyen emelő targonca, sok haszna nincsen, igazából esetleg más járműveket kiemelni a sárból, ilyesmire jó. De inkább csak ilyen funolni vele. Lehet bele járművezetőt rakni, lehet bele még egy darab vonófejet, nem tudom, ez talán a játékban vagy a gyári. Lehet egy ilyet, ami azért jó, mert ezzel lehet járműveket szállítani, mivel le lehet nyitani a hátsó rampáját. Úgyhogy fel tudtok dobni egy másik járművet, és tudjátok szállítani. Egy probléma van vele, nekem az történt, kipróbáltam, hogy folyamatosan damage-eli a felső jármű az alsót. Tehát a Tátrán kapja rendesen a sebzést, ahogy folyamatosan mozog, gyakorlatilag érintkezik a felső járművel. Úgyhogy annyira nem jó. Van egy másik, ami gyakorlatilag csak egy ilyen talán disznek mondható. Ezeknek van egy csomó verziója. Ja, és itt van. Lehet már rá szerelni ezt. Ugye a szokásos faszállító cuccot, meg lehet még a fa szállító dolgot, még rárakni ezt a pultot. Na, én arra gondoltam, hogy ezekkel a modolt járművekkel mindig csak csapatjuk, csináljunk inkább egy olyat most, hogy próbáljunk leszállítani egy hosszú rakományfát. Ugye még a mazzal is, mondjuk úgy, hogy kurva nehéz leszállítani egy ilyen hosszú póttal egy anyagot, vagy tényleg eszméletlenül szar különben ezzel a póttal közlekedni, még a maz is elakad mindig a sárba, beleakad mindenbe, úgyhogy
arra gondoltam, hogy próbáljuk ki, így tudunk hasonlítani ahhoz, hogy például a MAZ hogy működik ezen a mapon, meg ugye tudjuk például, hogy a Krazzal megpróbáltam ezen a mapon, vagyis az Urala vagy Krazzal, de azzal is például befélelten ezzel a hosszú póttal, egyszerűen nem is tudtam vele normálisan működni, fát szállítani. Megpróbáljuk ezzel a Tátrával, és akkor tényleg tudunk viszonyítani, hogy mennyire hasznos, mennyire jó ez a gép faszállításra. Ja, meg egyébként természetesen vannak kerekek, de olyan nagy különbség nincs köztük, látjátok. De mondjuk berakom ezt a large kereket. Nyomunk nekik. Ja, és egyébként írtátok még egyik videóban, hogy össze tudom már csukni én a ezt. Ezt én nem tudtam. Nézzétek! Van egy ilyen funkció, hogy ezt így össze lehet rakni. Ez tök jó, mivel legalább amíg odaérünk a farakathoz, addig nem kell vele szenvedni. Na küldjük neki, nézzük meg, hogy mennyire jó ez a jármű. Szerintem a fizikája az magáért beszél még mindig marha jó. Egyszerűen nem is értem meg, hogy a fejlesztőcsapatok hogy tudnak ilyen fejlesztőcsapatok, hát nem fejlesztőcsapatok készítik ezeket a modokat, hanem magánemberek. Hogy tudnak ilyen modelleket megalkotni, meg ilyen tökéletes... Oké, hogy a fizikai motor az ugye dolgozik a játék alatt, az már adja magát, azt nem kell újra modellezni, de akkor is gyönyörű gépeket készítenek. Megütik azt a színvonalat, mint például a gyáriak simán. Sőt, még néha szerintem jobbat is. És most nem a menet tulajdonságukra gondolok, mert azt természetesen azt állítanak be, amit akarnak, hanem a külcsínre, és iszonyat jól néznek ki tényleg. Na, menjünk. Tök jó, hogy összecsukva. Ja, és egyébként rettenetesen jól mozog ez a gép. Sokkal könnyebb szerint... Jujjujjujjujjujj. Szerintem könnyebb, mint a MAZ. Viszont a 8 kerék az ugye, az megvan, minden 8 hajtott. Úgyhogy teljesen jó, nagyon jó gép. Kicsit úgy ringatózik, de szerintem ez annak ennek közre jár, vagy ez közre játszik, vagy az játszik közre ebben, hogy ringatózik, hogy fenn van akasztva az a nagy rakomány is. Oh yeah, és akkor csinálunk egy olyat, hogy megpróbálunk. Nagyon sokszor írtátok, hogy buta vagyok, mivel úgy járok ide a farakathoz, hogy utána itt forgódnom kell. Most megcsinálom azt, hogy be megyek és megfordulok. Nagyon jó megy ez a gép. Egyébként ezek a modolt járművek általában kicsit csitesek. Mármint úgy sokkal jobbak, mint az eredeti társaik, mivel gondolom a fejlesztő csapat elég jó statokat állít be, elég jó tulajdonságokat ad a járműveknek. És ez miatt, na, nyissuk ki ezt a dolgot. Ó, Jézus Mária. Ennek így kellett volna, jó, oké, így nyílik ki. Meg kellene próbálnom egyenes bánni, különben nem fogja felpakolni a fát. Ezt ugye tudjátok. Na. Ben vagyok? Nem vagyok ben? Oké, jó, és akkor a long. Ó, gyerekek. Na hát, itt azt hiszem lehet, hogy lesznek gondok. Próbálkozzunk. Ó, jó, működik ez a gép. És azt vettem észre egyébként, hogy rohadt jó ez a jármű. Nem tudom, így nem akartam elkiabálni, mert üresen tapasztaltam eddig, ugye, amíg jöttünk, de most így rakottan is rohadt jó fürge a gép. Hoppa. Fürge is nagyon jól kormányozható, és majd kíváncsi leszek, hogyha kimegyünk, hoppa. Ajaj. Megakadt a hátulja, jó, oké, kijött. Kíváncsi leszek, ha kimegyünk a terepre, akkor hogy fog viselkedni, viszont... Én úgy érzem, hogy ez egy jó gép lesz. Elakadt megint a hátulja ennek a vacaknak. Utálom ezt a hosszú fotót, gyerekek, nem tudom ti, hogy vagytok vele. Mennyi, jó, oké.
Hát ez nagyon-nagyon-nagyon finoman, nagyon szépen megy. Egy kicsit túl jó is szerintem. Én mondjuk azt veszem észre, hogy az irányíthatóságát azért komolyan elveszítette. Hiába szerem a kormányt. Túlja keményen az elejét. Nagyon jó. Oké, akkor menjünk szerintem. Arra felfelé akarok elmenni, ott ugye ott van a nagy sár, azon az úton, meg még ráadásul. Ott lesz a folyóra nagyon kíváncsi vagyok. Ugye nekem az itt a etalon, hogy azon átmennek-e, vagy nem mennek át. Ugye a Cross az nagyon-nagyon szenvedett ott azon a folyó részleten. Még a mazzal is, hát jó, azzal nem nagyon gyűlt meg, a neki nem nagyon gyűlt meg a baja, azzal a résszel. Viszont azért ott tökös legénynek kell lennie a gépnek, úgymond ez jó nagy képzavar volt, hogy átjusson. Természetesen csőrő nélkül, úgy értem. Nagyon jó az a gép különben, nézzétek meg róla, tényleg használják ilyen offroad bóckodásra ezt a járművet, tehát ja, nem jó, a bóckodás az egy kicsit csúnya szó ehhez a géphez, mivel ugye sokkal elterjedtebb, sokat gyártottak ebből, nem úgy, mint a MAZ-ból, ami azért a jó. A MAZ azért elég nagy ritkaság. Nem tudom, egyébként Magyarországon is van belőle a MAZ-ból, nem tudom, mennyi lehet szerintem. Működő állapotban lévő, mármint ilyen üzemképes állapotban lévő, maximum talán 10-20, nem? Nagyon-nagyon ritkák az olyan felvételek, ahol legalábbis ültem van, ahol MAZ van, hát a Tátrák azért ez a típus, ez a 88-as Tátra azért elég gyakoribb szerintem. Legalábbis én ahogy találkozok velük, főleg videókban, mert élőben ugye életemben nem láttam MAZ-t. Na, oké, jó. Akkor próbálkozzunk meg. Jó, itt meg is tudunk tankolni, iszonyatosan sokat veszik, úgy nézem, ez a Tátra, nézzétek, 28 liter zavál. Ami szerintem még a MAZ-nak is tényleg becsületére várna. Hát lehet, hogy nem tévedek, egy kicsit csitesnek tűnik ez a gép, nagyon-nagyon könnyedén megy a talajon. Nagyon-nagyon könnyedén. Azért ne felejtsük el, hogy a hosszú rakat van rajta, hosszú rakat fa. Kíváncsi leszek itt a... Itt lesz mindjárt ez a elég mély sár. Itt a... Gyakorlatilag szinte az összes gép el szokott takadni. Még üresen is, nemhogy... rakottan egyekkor a rakománya. Ajajajaj. Ezt megnézem, hogy ez itt ez hogy fog átmenni. Jó, belevisszük direkt a sárba. Hát... nézzétek a pót, a pót. Csúszik végig. Hát ez túl könnyű. Túl könnyű. Nagyon-nagyon-nagyon engedékenyek voltak a készítők ezzel a járművel. Nagyon jó menet tulajdonságukat kapott. Jó, oké. Mindjárt itt leszünk a folyónál. Itt is nagyon alakadós rész szokott lenni. A krazzal itt még majd, hogy nem, rövid póttal is el szoktam akadni. Jó, persze, oké, nem hasonlítom a krasszhoz ezt a gépet azért. Itt azért 8 kerék dolgozik. És mind a 8 ugye meghajtott. Jó, itt lesz a folyó, megnézzük a folyóba, hogy muzsikál. És igazából utána már nem nagyon lesz neki akadály, tudjátok, utána jön az aszfaltos rész. És ez a map az könnyedén. Hogyha itt átjut, akkor ez a map könnyedén teljesíthető ezzel a géppel. Szerintem akármelyik gondolom. Dinamikusan megy, nagyon-nagyon finoman. A keményebb szakaszokon egyáltalán nem süllyed el. Jó, oké. Na. Megmondom őszintén, nem akarok ki a gázzal, hanem inkább finoman. Próbálni, hogy
próbálni, hogy mennyire bírja a dolgot, mert ugye a nyílt gáz az sokszor csalóka tud lenni. Na, ez a kamera nézett néha egy kicsit megtréfálja az embert, oké? Okay. Szerintem ez, komolyan mondom, így megmondom, hogy ha most ide elhoznék egy maszt, az nehezebben jött volna ki ebből a sárba. Ez az hódziher. És azért ez azért elég csites dolog, mert azért jó ez a tátra, gondolom, élőben is, de azért a mazzal nem kellene összehasonlítani, meg nem hiszem, hogy jobbnak kellene ennek lenni, mint annak a gépnek. Tényleg nagyon-nagyon-nagyon lazán, túl lazán egyszerűen. Olyan gyorsan jön ki a sárból, bárhol, ami annyira nyomjátok a gázt. Viszont tényleg tökös gép, jól néz ki, jól megcsinálták. Meg hát lehet vele menni rendesen, de egy kicsit, nagyon picit csites. Szuper, jól van. Oké, szerintem akkor ennyi is volt ez a gameplay, ránk is esetre, de igazából, ahogy észreveszem, ugye nincs neki akadály. Jó, persze biztos, mert van olyan hely, ahol lehet vele akadni, de azért elég laza kis jármű. Na, akkor köszönöm szépen, hogy itt voltatok, remélem, hogy tetszett a videó. Hogyha igen, akkor iratkozzatok fel a csatornámra, és a folytatás természetesen következik ennek a gameplay sorozatnak is. Sziasztok!